Minden szentek ünnepén sokan indulnak útnak, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A temetők körül ilyenkor a szokásosnál jóval nagyobb autóforgalomra kell számítani Székesfehérváron is. A torlódások elkerülése érdekében pedig városunkban díjmentesen vehető majd igénybe a buszközlekedés november 1-én szerdán. Szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy minél többen, akik úgy gondolják, hogy inkább autóbusszal közelítenék meg az adott temetőt, ezt megtehessék, méghozzá lehet akkor szabadon. Ezért azt a döntést hozzuk, hogy november 1-én egész napot tekintve ingyenes lesz a közösségi közlekedés Székesfehérváron, tehát november 1-én az autóbuszokat minden járat vonatkozásában ingyenesen lehet majd igénybe venni és használni. Bízom benne, hogy ezzel is egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni a közlekedést, és talán kérni is lehet így az embereket, hogy aki teheti, az ne autóval közlekedjen, hanem ha lehet inkább autóbusszal, ingyenesen fogja tudni megtenni. Minden szentek ünnepén a parkolás is díjmentes lesz a városban, a parkoló órák nem üzemelnek majd. A történelmi belváros területére azonban ezen a napon is csak behajtási engedéllyel lehet járművel bemenni, és a várakozás is díjköteles lesz. Székesfehérvár városgondnoksága is számos intézkedéssel segíti a temetőlátogatók békés, nyugodt megemlékezését. A sírhelyek rendbetételéhez kőzuzalékot biztosítottak mind a 9 önkormányzati temetőkertben. A Béla úti köztemető területén az ingyenesen használható elektromos kisbusz október 31-én is gyakrabban közlekedik, november 1-én pedig 9 órától 18 óráig folyamatosan üzemel, igazodva a Volánbusz 26-os és 31-es autóbusz járataihoz. A szokásosnál jóval erősebb gyalogos forgalom miatt november 1-én szerdán kizárólag a mozgásukban korlátozottak, 7 órától 11 óráig gépjárművel behajthatnak majd a Béla úti köztemetőbe.